Franciaországban és az Egyesült Királyságban még teljes erővel tombol, Olaszországban csendesedik a koronavírus járvány. Az Egyesült Királyság 888 halálesetet jelentett szombaton. Ezzel a járvány brit áldozatainak száma meghaladta 15 ezret. A brit kormány megerősíti a járvány ellen harcoló önkormányzatokat. Azt mondtam az önkormányzatoknak, hogy megkapják a munkához szükséges erőforrásokat, és komolyan is gondoltam, mondta az önkormányzatokért felelős miniszter. Ezért további 1,6 milliárd fontnyi friss forrást biztosítunk az önkormányzatoknak a koronavírus elleni küzdelem feladataira. Olaszországban még mindig majdnem 500-an halnak meg naponta a járványban, de a vírus reprodukciós rátája már 0,8-re csökkent, vagyis a terjedése lelassult. Egyre több szó esik arról, mikor lehet lazítani a korlátozásokon és beindítani a gazdaságot, de a hatóságok önmérsékletre intenek. Egészség és biztonság nélkül bármi, ami a gazdaságban épül, egy szempillantás alatt oda lehet, hűtötte a kedélyeket az olasz járványügyi külön megbízott. Egy ilyen talpraállás nem járna a várt pozitív hatásokkal. Franciaországban 10. napja csökken az intenzív osztályokon ápolt koronavírus fertőzöttek száma, de a halálozásoké magas szinten stagnál. Ezzel együtt az egészségügy csökkenő terhelése miatt megkezdődött Franciaországban a tábori kórházi kapacitások leépítése.